Újra itt, és olyan jó újra itt lenni. A megyei Prima Gála tavaly elmaradt, és idén is gondolkodtak a megrendezésén a romló járványhelyzet miatt. Végül a szűkebb körben is, de megtartották. A megyei díjakat még 2005-ben hozták létre az országos Prima Primissima díj mintájára, azzal a céllal, hogy a vállalkozók elismerjék minden megye kiválóságait, akik munkásságukkal példát állíthatnak a fiatalok elé. A Szabolcs megyei díjat fennállása óta 42-en vehették már át, ez a sor bővült most újabb szakemberekkel. Idén összesen több mint 30 jelölt volt a 10 állandó kategóriában. Közülük került ki a 3 díjazott és az idei 2 külön díjas. Előbbiek egyike a magyar tudomány kategória jelöltje dr. Szerafin László hematológus főorvos lett, aki büszke arra, hogy nagyon sok betegen tudott segíteni, akik gyógyulásuk után visszatérhettek családjuk körébe. A gyógyítás mellett a tudományos munka is mindig érdekelte. Ennek egy célja volt, hogy ne csak egy jó iparos legyek, a szakmának egy jó munkása, hanem lehetőleg ennél többet tudjak adni. Egy lépéssel próbáljunk mindig a lehetőségek előtt járni. Ez meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amelyek adottak részben klinikai vizsgálatok révén, részben saját tudományos kutatások eredményeként, és ezeket beintegrálni, beépíteni a napi beteggellátásba. Ha csak néhány beteggel is többet én meg tudunk gyógyítani, azt már sikernek mondhatom. A magyar népművészet és közművelődés kategóriában a Bürkös zenekar kapta meg az elismerést, a hagyományok tiszteletéért, a népzene értékeinek őrzéséért és közvetítéséért. Személy szerint én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a barátaimmal már immár közel 20 éve együtt muzsikálhatok. Jövő évben lesz 20 éve, hogy ebbe a formációban muzsikálunk, és én azt mondom, hogy a lehető legbüszkébb erre vagyok, mert egy nagy család lettünk az elmúlt 20 év alatt. Azt csináljuk, amit szeretünk, amit ugye gyerekkorunkban elkezdtünk, és ugye gyerekkorunk óta visszük ezt a muzsikálást, a magyar tradíciókat, a magyar hagyományokat. Ugye nem ápoljuk, hanem fenntartjuk, éltetjük tovább, és ezzel bizonyítjuk, hogy magyarok vagyunk. A harmadik Prima díjas a magyar sport kategóriájának jelöltje Vajda Tamás mesteredző lett, aki olyan világszinten is ismert úszókat nevelt ki, mint Szabó Tünde, Kovács Rita, Risztovéva, Pécsi Anett és Szána Zsombor. A mester azt vallja, ezen a területen is mindig lehet újat tanulni. A biomechanika fejlődésével, illetve a digitális technikának a sportba való térbe kerülésével, ugye olyan elemző technikák, olyan technikajavító programok, olyan sok szemszögből felvevő kamerák, technikajavító rendszerek, start gyorsaságot javító rendszerek jelentek meg, hogyha az ember ezt nem követni, akkor lemaradtak. Nagyon megváltozott a kondicionális képességek fejlesztésének a régi évtizedekhez képest történő új fejlődése is, és hát a nyújtólazító gimnasztikában is nagyon nagy fejlődés mutatkozott. A 15. megyei Prima Gálán vállalkozások és vállalkozók munkáját is elismerték. A VOSZ megyei elnöke velük kapcsolatban azt emelte ki, helytáltak a koronavírus időszakában is, több területen azonban komoly veszteségek érték őket. Nem hátráltak meg, megtalálták azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lépjenek tovább, hogyan maradjanak fel. Megtanultak együtt élni a pandémiával, mert egy vállalkozás azért jön létre, hogy javakat állítson elő, profitot termeljen, és a saját alkalmazottainak munkalehetőséget biztosítson, és azoknak fizetés, hogy a családjukkal együtt meg tudjanak élni. Tehát egy nagyon összetett feladat, és ha ezt mind összevetjük, akkor azt mondhatjuk a vállalkozások előtt, le a kalappal, nagyon kiválóan működtek a többségük a pandémia alatt is. A megyei Prima díjasok fejenként 1 millió, a 2 külön díjas Gulácsi Tamás és Zsigó Zsolt 250 000 forintot kapott az elismerés mellé.